Ebben az előadásban egy olyan problémával foglalkozunk, amely befektetők széles körét érinti. Arról lenne szó, hogy a nagy növekedési sztorikat keressük, és mint befektetési célpontként tekintünk ezekre a vállalatokra, illetve ezeknek a vállalatoknak a részvényeire. Ugyanakkor az átfogó vizsgálatok azt mutatják, hogy alapvetően a nagy növekedési sztoriknak a vége nem egy olyan pozitív forgatókönyv, mint amire előzetesen számít a befektető. Ennek tekintetében, tehát megbeszéljük a témával kapcsolatos vizsgálatokat, milyen érdekes ellentmondást fedeztek fel a, a növekedési sztorikkal összefüggésben. Az aktualitását egyébként az adja ennek a, az előadásunknak, hogy néhány héttel ezelőtt jelent meg egy, egy újabb vizsgálat a témában, amely felülvizsgálta az eddigieket, és hogy bele is kezdjünk a témába, Rafael Laporta 1996-ban egy érdekes Összefüggést figyelt meg. A vizsgálatának az volt az elsődleges célja, hogy magyarázatot találjon arra, hogy a, az értékalapú részvények miért teljesítik felül a, a növekedési részvényeket. Ugye ez a veljük a anomália vagy value premiumnak az lenne a, a, lényege, hogy az érték alapon olcsóbb részvények a hozamban felül teljesítik a, a, a növekedési részvényeket. Ugye a glamour jelzőt azért kapták meg a, a növekedési részvények, mert jellemzően a, az elemzők körében divatosak, a gazdasági médiában gyakran szereplő befekteték körében ismert társaságokról van szó. A manapság is nagyon sok ilyen glamour részvényel találkozhatunk, elég ha csak felmentek a portfolio.hu a CNBC és más gazdasági média hasábjaira, és ott nagy részt a a nagy növekedési sztorikat találjuk meg. Na most a növekedési részvényeknek pont az lenne az alapja, hogy bár értékalapon drágák ezek a társaságok, akár egy péperem mutatóval vizsgálva 50-es, 100-as péperem mutatókat látunk, amely egyfajta megtérülést is mutat nekünk, tehát hogyha azt látod, hogy 50-es a pépere, akkor egy, egy belső megtérülés, egy 50 éves megtérülést mutatna. Nyilván ez egy erős elméleti számítás, de mindenképpen jelzi azt, hogy értékalapon drága beszélhetünk. Ez a, ez a tény, az azonban azért nem zavarja a befektetőket, mert nagy növekedést várnak. Tehát arra számítanak, hogy majd a jövőben a nyeresség ennek a társaságnak sokkal nagyobb lesz, és ezért majd ez az 50-es pépere szépen vissza fog csökkenni, akár egy lényegesen alacsonyabb tartomány, mondjuk egy tízes tartományba, és már is más lesz a befektetésnek a megtérülése. Tehát a növekedési részvények mögött mindig ott van egy növekedési sztori, egy nagy nyereség növekedés. Most a részvények jövőbeni hozamára ható tényezők közül az egyik legfontosabb dolog a nyereség, hosszú távon a nyereség és a részvény jövőbeni hozama között szoros korreláció mutatható. Ki. És hogy most visszatérünk a laport 1996-os vizsgálatára. Ennek az lett a konklúziója, hogy azok a befektetési stratégiák, amelyek a, a, az elemzői tévedéseket kihasználják, abnormális hozamot tudnak generálni azoknál a részvényeknél, ahol a jövőbeni növekedés túlságosan extrém. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy azoknak a részvényeknek a a hosszú távú jövőbeni hozama alacsony, amelyeknél a, a piac nagy jövőbeni növekedést áraz. Na most ez egy 1996-ban megfigyelt összefüggés, amit 2017-ben újra felülvizsgáltak, hogy valójában most is megfigyelhető ez a piacon, hiszen eltelt azóta 20 év, nagyon sokat közeledett a részvénypiac a hatékonyabb piacok állapotához. És ennek a vizsgálatnak a részleteit már néhány grafikon formájában megmutatom nektek. Itt láthatjátok azt a, azt a felosztást, amely alapján a, a, az amerikai részvénypiacot a felosztották 10 kategóriára. Egyébként az 1980-as évektől kezdődően használtak fel adatokat ebben a vizsgálatban. 10 kategóriát látsz ezen a grafikonon, ugye mindegyik kategóriában néhány száz részvény található, és úgy kerültek a részvények a kategóriákba, hogy mekkora nyereség növekedést várunk hosszú távon. Ennek tekintetében az LLTG jelöléssel, azok a, a, azokat a részvényeket látod, ahol a legkisebb jövőbeni nyereség növekedésre számítottunk előzetesen, a HLTG-ben pedig azokat a részvényeket látod besűrítve, ahol a legnagyobb jövőbeni nyereség növekedést vártuk. És ugye az Y-tengen, az a bizonyos raw return, a, a, a tiszta hozam, amit ezekben a kategóriákban el lehetett térni, tehát az átlaghozamot, az évesített átlaghozamot látjuk, ugye az egyik esetben 15%, a másik esetben 3%. Tehát azoknál a részvényeknél, ahol a befektetők a jövőben nagy nyereségnövekedést vártak, ott az átlaghozam 3 százalék lett. A hangsúlyoznám, nem egyetlen egy részvény van a HLTG kategóriában, hanem néhány száz részvény került ebbe a kategóriába, és nyilván ez, a, ez az összetett vizsgálat ugye több időszakban mutatta ki, tehát többször, több alkalommal lett ez a, ez a vizsgálat lefuttatva. Az LLTG kategóriában pedig olyan részvényeket találsz, ahol a legkisebb növekedést várták. Ez 15%-os jövőbeni hozamot eredményezett. Na most, hogyha megnézzük, -e, azt lehetne inkább mondani a, a, az adatok alapján, hogy az extrém nagy nyereség növekedés kategóriáiban, 8-9 HLTG kategóriákban alacsonyabb a jövőbeni hozam. Tehát az 1-től a 7-es kategóriában mondhatjuk azt, hogy átlagos hozamokat látunk, részvénypiaci átlagos hozamot összevethető az amerikai részvénypiac hosszútávú hozamaival. Ezzel szemben a, a, azoknál a kategóriáknál, ahol nagyon nagy növekedést jeleztek előre, ott lényegesen alacsonyabb lett a hozam. Ezen ennek a, a lényege, ez grafikus formában egyébként, hogyha meg szeretnénk nézni a hozam hogyan változott, érdemes húzni egy, egy függőleges vonalat a nullánál, és ez azt mutatná, hogy a... Az esemény előtt, tehát mielőtt bekerült volna az LLTG vagy a HLTG kategóriába egy, egy részvény, az előtt hogyan alakult a hozama. Ugye azt láthatjuk, hogy azoknál a részvényeknél, a HLTG-nél, ahol nagy növekedést vártunk, az esemény előtt alapvetően magasabb emelkedő hozamokat lehetett kimutatni. Ezzel szemben, ahol alacsony növekedést vártunk, a, ott, ott ténylegesen visszaesés következett be a, a, a hozamokban. Majd miután bekerültek a kategóriába a, a részvények, utána azt lehetett tapasztalni, hogy a HLTG-nek drasztikus hozam visszaesése következett be. Ezzel szemben ugye az LLTG kategóriában némi hozamemelkedés volt kimutatható, de itt talán a legerősebb hatás az, hogy azok a részvények, amelyek mögött nagy növekedési sztori van, és nagy növekedést várunk, emelkedő árfolyamot tapasztalhatunk. Majd amikor már nagyon nagy lesz ez a növekedési előrejel, akkor a jövőbeni hozam ezt nem követi, hanem alacsonyabb lesz a jövőbeni hozam. És ugye a 2022-es vizsgálat és a 2017-es között is eltelt öt év, és ezek az adatok ugyanúgy ezt megerősítik, amit, amiről eddig beszéltünk. Kiemelném itt a, a lényeget. Most nézhetünk a számtani átlagot, meg geometrikus átlagot. Most nézzünk egyszer csak a számtani átlagot. Ugye az egyes kategóriában vannak azok a, a társaságok, amelyeknél a legkisebb nyereség várják hosszú távon a, a piaci szereplők. Most ezeknek a, a részvényeknek az átlagos jövőbeni hozama 15% volt. És uh, itt van a, a másik oldalon, ott van nekünk azok, azok a részvények, ahol a legnagyobb nyereség növekedést várták a piaci szereplők. Most ezeknek a, az átlag hozama 9% lett. Az átlag mögött a nem egy társaság áll, hanem társaságok széles köre. Ezt csak azért hangsúlyoznám. Mert vannak kivételek és vannak sikersztorik a tőzsdén, amelyeket láthatunk. de lehetne több ilyen példát megemlíteni az elmúlt évekből, viszont azt látnotok kell, hogy ezek a társaságok, ezek a sikersztorik a kisebbség. Erről a kisebbségről, illetve ezekről a sikersztorikról egyébként egy, egy teljes listát kaphatsz Henrik Bessenbinder egyik vizsgálati anyagában. Legalább a mellékletekben megtalálható az az 50 társaság az amerikai részvénypiacon, amely gyakorlatilag a keletkezett vagyon, 90 év alatt keletkezett vagyonnak a 40 áért felelős. Itt láthatod a, a halmozott vagyont, és itt látod a listáját annak, a, annak az 50 társaságnak, amelyek a sikersztorik. Tehát ezek azok a növekedési részvények, ahol valóban bekövetkezett az a nagy növekedés, amit egyébként a, az előrejelzések alapján vártunk, viszont 50 ilyen társaságot tudunk kiemelni, és azért ezt tegyük hozzá, hogy 1926-tól a napjainkig. 26 ezer próbálkozó volt. Tehát 26 ezer társaság került a, az amerikai részvénypiacra, tehát ebből 21 ezer már nincs a részvénypiacon. Tehát így kellene ezt az 50-et tekintenünk, mint nagy siker sztorit, a, a maradék 26 ezerrel összevetve. Minden esetre, ha kíváncsi vagy arra, hogy hol jegyzik és hol lehet információt, kapni arról, hogy, hogy mekkora nyereség növekedésre számítanak a, az elemzők a következő időszakban akkor a cégek különböző elemzési szolgáltatásaiban adatbázisokban erről van információ illetve hát ingyenesen az egyik ilyen jól használható adatbázis a Finviz. Finviz.com weboldalon egy tetszőleges társaságnak beütöd a, a nevét a keresőbe, ki fogja dobni a, a keresés után a grafikont és alatta lesznek fundamentális adatok ugye az EPS egyrészén nyereség következő 5 év és látszott egy számot, ugye minél nagyobb ez a, a szám, annál nagyobb a, a növekedés. Hogy hogy lehet az összes ilyen társaságot megkeresni, arra is mutatok nektek példát. Finvizen, Screener menüpont, Fundamental fül alatt beállítjátok az RPS növekedést magasra, majd a valuation fül alatt sorba kellene rendezni a társaságokat. A mai napon 385 olyan társaság van, amelynek 25%-nál nagyobb az 5 éves nyereség növekedése. Láthatod a legnagyobb társaságoknál, 50-80 százalék közötti egyrésztvényre jutó nyereség növekedést várnak a, az elemzők. Tehát itt vannak a nagy növekedési sztorik. Na most ezeknek a, a társaságnak a széles körén pedig azt a, az összefüggést lehetett megfigyelni a múltban, ami az alacsony jövőbeni hozamot Jelentette. Köszönöm a figyelmeteket, a nagy növekedési sztoriknak, tehát általában nem jó a vége, alacsonyabb jövőbeni hozam a vége, vannak kivételek, ezt is láthattuk, és a legújabb vizsgálatok is alátámasztják azt, amit 1996-ban megfigyeltek, tehát továbbra is igaz ez az összevetés, a nagy nyereség növekedés alacsonyabb jövőbeni hozamot eredményez. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!